Izgalmas fotókiállítás megnyitóján jártunk szeptember 11-én a Budapest belvárosában található Fuga építészeti központban. Ahogy Haris László, a kiállítás kurátora fogalmazott, a 2015-ös év elején a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya felkért 11 magyar fotóművészt, hogy a szerzetesek éve alkalmából készítsenek egyéni élmények, meglátások, reflexiók alapján fotográfiai alkotásokat a magyar szerzetesek életéről. Az elkészült művekből való válogatás, ez a kiállítás. A 11 művész egymástól egyénileg nagyon különböző, őszinte vallomása. A különböző nézőpontokból azonban kirajzolódik egy közös fókuszpont, mely segít megérteni a laikusok, és reményem szerint a szerzetesek számára is a szerzetesi lét értelmét, célját. A szerzetesek tudnak befogadók, elfogadók lenni, meditálók, ugyanakkor tudnak egészen szuggesztívek lenni, magukból adók. Itt vagyunk egy kiállítás képein, és hogyha valaki megnézi azt a sorozatot Nemeshegyi Péter jezsuita atyáról, Péter bácsiról, aki életének alighanem nagyobbik részét Japánban töltötte, és a japánok úgy csüggenek rajta, hogyha találkoznak vele, mint egy istenségen, nem is beszélve arról, hogyha Péter bácsi odaül Tihanyban az orgonához, és az apró japánok ezt a 190 centis körülbelül idős urat hallgatják, amint ő oda se néz, csak játszik. Ez is hozzátartozik a szerzetességhez, hogy a maga módján kommunikál. Olyan nyelvűekkel, akik a mi számunkra teljesen idegenek, bár ő megtanulta a nyelvüket, de képes arra, hogy nem a nyelven, nem nyelvvel, nem nyelvészként magából adjon, közösséget teremtsen, kommunikáljon. A szerzetesek magukban vannak. Mindenki egyéniség. Ugyanakkor közösségben élnek. És minden közösség érdekes módon más. Elnézésüket kérem, hogyha személyesebben fogalmazok, behúny szemmel meg tudom mondani, egy németről, hogyha 20 percet beszélgetünk, hogy jezsuita-e vagy bencés. Nem kell a témáról beszélni. Nem a téma az érdekes, hanem a gondolkodásmód és a kisugárzás. Ki így, ki úgy, de mindenki sugároz. A környezetük nem hétköznapi, ugyanakkor egészen hétköznapi. Semmi rendkívüli nincsen a környezetükben. Semmi rendkívüli nincsen a szobájukban. Semmi rendkívüli nincsen, és ez a rendkívüliség rendkívüli tud lenni. Nagyon örülök annak, hogy itt egy fotótárlaton találkozhatom ismerős arcokkal és olyanokkal is, akiket nem ismerek. Láthatom a Zirci apát urat, akiről meg tudom mondani, hogy mikor hányas kapott magyarból, mert diákon volt.
Örülök, hogy láthatom azt a rendtársamat a pannonhalmi kerengőbe éppen kilépve az ékes kapun a Porta Speciosán, akit a közelmúltban temettünk el, és nálam pár hónappal idősebb. Van valami szívszorongatóan szép abba, ami itt látható. Jól csak a szívével lát az ember. Az objektív, most is látok jó néhányat, az objektív, ahogy a neve is mondja, érdekes módon tárgyiasít. Ugyanakkor minden fotóművész azzal küzdik, hogy ne tárgyiasítson, hanem valamit abból a lélekből adjon tovább, és hát az ő eszköze az objektív. Nehéz a szerzetes életet egy külső embernek fotóznia. Azt kell, hogy mondjam, lehetetlen. Amit itt látunk, az egy kísérlet a lehetetlenre. A kiállítást Korzenszky Richárd OSB Tihanyi Perjel nyitotta meg, aki megnyitó beszédében feltette a kérdést. Szerzetesek éve. Mi az? Majd nyomban a maga derűs humorával választ adott. Nem tudja. Perjel úr úgy hangsúlyozott, nincs olyan, hogy valaki reggel szerzetes, délelőtt tanár, délután pap, este pedig ismét szerzetes legyen. Számomra ez családi állapot, mondta, majd hozzáfűzte, rendkívül kíváncsiak az emberek, hogy kik is a szerzetesek. Ez a kiállítás megnyitón is látszott, hiszen a sok érdeklődő alig fért el a nem kicsi kiállító térben. Mi is a szerzetesség? Titok. A szerzetesség, ezt mondtam az elején, családi állapot. Elkötelezettség. A szerzetesség nem jelent biztonságot. Mit jelent a szabadság? Amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, akkor sóhajtottam egy nagyot, és a következőt mondtam, Uram Istenem, akkor ezek szerint én becsületesen már nem kerülhetek börtönbe. Volt az életemnek egy nagyon izgalmas szakasza, amikor a Művelődés és Közoktatási Minisztériumban voltam, és a föld alól előbújó szerzetesekkel és szerzetes nőkkel találkoztam, azokkal, akik sosem adták föl magukat, nem a ruha tette az embert, de a fogadalmak megtartották, és a minisztériumi kollégák számára elképesztő szívósággal képviselték az ügyüket, és addig el nem mentek, amíg a kérdésükre választ nem kaptak. A szerzetesség, családi állapot, elkötelezettség egy ügynek a képviselete. Nem azért vagyok itt, hogy prédikáljak, de nem tehetem meg bencés szerzetesként, hogy Szent Benedek regulájára ne hivatkozzam. Amikor jelentkezik valaki a közösségben, Szent Benedek azt mondja, jól vizsgálják meg, vajon valóban
az Istent keresi-e? Ki az Isten? Nem lehet beszélni róla. De hogyha azt mondom, megpróbálom lefordítani profán nyelvre, vajon vannak-e eszményei? Vajon meg akarja-e haladni minden nap önmagát? Vajon tisztában van-e azzal, hogy az, amit most közvetlenül tapasztalunk, nem az a teljesség? Keresi-e az igazat, a jót, a szépet? Törekszik-e minden nap arra, hogy tisztább ember legyen? Szent Benedek a Regula prológusában a következőt mondja: hallgass meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlíts hozzá szíved figyelmesen. Fogadd a jóságos atya intéseit készségesen, és tettekkel teljesíts, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. A szerzetességnek a lényegéhez hozzátartozik, hogy nem vagyok magánember, hogy átadom magamat egy ügy szolgálatára, hogy rendelkezésre állok. Az elöljáró rendelkezett velem. És a 72. fejezetből van jó buzgóság, amely a vétektől választ el, és Istenhez és az örök életre vezet. Ezt a buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz egymást a tiszteletadásban előzzék meg. Tudnám tanárként házi feladatul adni, tessék körülnézni az itt megjelenített szerzetesek között, mennyien vannak, akikből a másik ember iránti tisztelet sugárzik. Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. A szerzetes nem tökéletes. Ugyanúgy fogyatékos, mint bárki más. Sok minden hiányzik belőlünk. De ezt a hiányosságot vállaljuk, és szeretnénk remélni, és hisszük, hogy ezt a hiányt az Isten képes betölteni. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit a maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymás tisztán, testvéri szeretettel szeressék, Istent szeretve féljék, apátjukat őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, a kiállítás megnyitásaképpen köszönetet mondok a Fúga gazdájának, hogy otthont adott ennek a kiállításnak. Köszönetet mondok a kurátornak, köszönetet a művészeknek, és köszönetet mindazoknak a szerzetes testvéreknek, akik elviselték őket. Fratres, nolumus o signorare de dormientibus, ut non contristemini, sicut et ceteris.